Lövöldözés történt szerda délelőtt a Kalifornia állambeli San Jose vasúti pályaudvarának közelében. Többen meghaltak, köztük az elkövető is, írja az MTI. Russell Davis, a Santa Clara megyei sheriff szóvivője beszámolt arról, hogy a rendőrség egyelőre nem tudja meghatározni a halálesetek és a sérültek számát, és a lövöldözés indítéka is ismeretlen. A szóvivő tájékoztatása szerint a vasúti pályaudvar közelében szerda kora reggel történt lövöldözésnek több halálos áldozata is van, és a feltételezett fegyveres elkövető is meghalt. Szörnyű nap ez a városunk számára, ezt már Sam Licardo, San Jose polgármestere mondta, közölte azt is, hogy a helyszínelés még mindig tart, a helyszínre a rendőrök mellett az FBI is nagy erőkkel vonult ki. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a helyszínt.